Szép napot kívánok mindenkinek, aki nézi most ezt a videót. Én Krausz Ivett vagyok, az EFI Mentál Higiénés koordinátora és pszichológus, és ezúttal a mentális egészségről, a ráható, az azt befolyásoló tényezőkről, a mentális egészség megőrzéséről szeretnék beszélni ebben a videóban. Kezdjük azzal a kérdéssel, hogy mi is az a mentális egészség? Miket foglal magában? A WHO megfogalmazása szerint ez a jólétnek egy olyan fokát jelöli, amelyben az egyén képes megvalósítani a képességeit, meg tud küzdeni az élet mindennapos nehézségeivel, sőt, ezt eredménnyel és gyümölcsözően képes megtenni, valamint hozzá tud járulni a saját közösségéhez. Már ebből a fogalomból észlelhetjük, hogy bizony a mentális egészség az elég sok mindenre vonatkozhat és sok mindent foglal magába, úgyhogy nézzük is meg, hogy mik ezek. Tehát a mentális egészség magába foglalja a jóllétnek egy általános pozitív érzetét, valamint a saját magunk és mások értékességébe vetett hitet is. Mindemellett azt is tartalmazza, hogy az érzésekkel és a gondolatokkal képesek legyünk megbirkózni, arra is képesek legyünk, hogy megfelelő személyes kapcsolatokat tudjunk kialakítani, és a lélek stressz utáni öngyógyító képességére is vonatkozik. A mentális egészség alapvetően több dologtól is függhet, illetve számtalan dologtól. Ebből emelnék én most ki három fő szempontot. Az egyik, hogy függ az alapvető szükségleteinktől. Hiszen gondoljunk csak bele, vagy akár ha a Maslow piramist magunk elé képzeljük, akkor egészen a létszükségletekhez kötődőktől mehetünk a magasabb rendűek felé, de tény az, hogy minél inkább azt érezzük, hogy kielégítődnek ezek az alapvető szükségletek, annál inkább megélhetjük a mentális jólétünket, a mentális egészségünket. Függhet továbbá a képességeinktől, az arra való képességeinktől, ahogy az iménti dián is láthattuk, hogy mennyire tudjuk felismerni az érzelmeinket, mennyire tudjuk ezeket kifejezni, a kapcsolatainkat mennyire tudjuk jól kezelni, egyáltalán mennyire támogatóak, vagy mennyire toxikusak akár a kapcsolataink, milyen a stresszkezelési készségünk, és hogy hogyan tudunk egyensúlyban maradni a mindennapokban. És egy harmadik nagyon fontos szempont, az, hogy az érzéseinktől és a hiedelmeinktől is függ a mentális egészség. Itt kifejezetten most a hiedelmekre térnénk rá, hiszen az is egyfajta hiedelem, hogy mi abban a tudatban élünk, hogy jogaink vannak, érdemeink vannak, hogy az életünkben célt kell találnunk, vagy hogy egyáltalán van célja az életünknek, és hogy ráhatásunk van a dolgokra, a körülményeinkre, az életünkben zajló eseményekre, tehát hogy meg tudjuk élni ezt a fajta kontrollt. Ezek mind-mind ilyen az alapvető életünkről kialakított hiedelmek, és hát nyilván, hogyha ez egy pozitív beállítódást akar, egy pozitív elfogadást feltételez, akkor szintén jó hatással lesz a mentális egészségünkre. Érdemes még ránézni arra is, hogy mik azok az egyéb tényezők, amik befolyásolni tudják a mentális egészséget. Ezen belül is arra szeretnék most rávilágítani, hogy mik azok, amik károsíthatják, és mik segítik elő a mentális egészségünk megteremtését és megóvását. Milyen tényezők megléte vagy hiánya lehet pozitív, vagy akár negatív hatású. Ezzel el is érkeztünk a lelki egészség 10 alapelleméhez, McDonald-ék 97-es modelljéhez, amiben ők támogató és károsító tényezőket határoztak meg, ahogy ez az ábrán is látszik, és csak így a teljesség igénye nélkül bemutatnám ezeket, hogy miket szedtek ők össze. Például érthető módon a jó minőségi környezet az támogatóan fog hatni a mentális egészségre szemben a lepusztult környezettel, és ugyanígy nem meglepő, hogyha társadalmilag támogatást élvezünk, tehát például van egy bizadalom a vezetésben, az országunk vezetésében, a politikában, stb., az támogatóbban fog hatni a mentális jóllétünkre, mint a kizsákmányolás, akár ez tényleg ilyen társadalmi vagy mikroszinten is a kis lakóközösségben is érvényes. Az is egyértelmű, hogyha a stresszt, az érzelmeinket jobban tudjuk kezelni, tehát ahogy ez az önmagával bánni tudás mutatja, az is pozitívan fog hatni a belső mentális állapotainkra, szemben azzal, hogyha nincs egy eszközünk a stresszre, nincs eszközünk
az érzelmeink szabályozására. És ha már érzelmek, akkor ez az érzelmi érettség sem mindegy, hogy kialakul-e egy egészséges felfogás, és ez most vonatkozik az érzelemkezelésre, de mások érzelmeinek a felismerésére is, a saját érzelmeink kifejezésére is, az érzelmi támogatásra is, amit a szeretteinkkel szemben nyújtunk, és ezzel ellentétben áll az érzelmi elhanyagolás, ami szintén ugye egy károsító tényező. És hát ott van még az önbecsülés, ami azt hiszem, hogy magáért beszél, hogyha tudjuk becsülni önmagunkat, ha elhisszük, hogy szeretetre, elfogadásra méltóak vagyunk, az egyértelműen nagy hatást fog gyakorolni a mentális egészségünkre, szemben ugye azzal, hogyha például olyan környezetben nőttünk fel, ahol megtapasztaltuk az érzelmi visszaélést, az akár valamilyen érzelmi manipulációt, bántalmazást, kihasználást, ez mind beletartozhat az érzelmi visszaélés kategóriájába, nyilván ez negatívan fogja befolyásolni a mentális jóllétünket. Ez a modell azért jó, mert komplexen egyben láttat sok támogató és károsító tényezőt, de azért menjünk még bele egy kicsit a részletekbe, hogy a magunk részéről mit tudunk hozzátenni a mentális jóllétünkhöz. Mik azok a mindennapi dolgok, amiket így tényleg, ha bevezetünk, akár szokásként kialakítunk, vagy foglalkozunk magunkkal, akkor ezek elősegíthetik a mentális jóllétünket. Szintén a teljesség igénye nélkül összeírtam egy pár dolgot, de mindenkinek érdemes kialakítani a saját listáját. A lista első helyére a pozitív dolgokra fókuszálás került, és rögtön itt az elején le is szeretném szögezni, hogy ez nem egy toxikus pozitivitást jelent. Tehát nem azt, hogy elbagatelizáljuk, a szőnyeg alá söpörjük a nehezebb élményeket, eseményeket, érzéseket, sem magunknál, sem másoknál, hanem hogy a döntés mindig a mi kezünkben van, hogy az akadályok és a nehézségek ellenére észre tudjuk-e és észre akarjuk-e venni azokat a pozitív dolgokat, amik viszont jelen vannak az életünkben, és amikért viszont hálásak lehetünk. Úgyhogy ez mindenképpen fontosnak találom ezt kihangsúlyozni. És ha már hála, akkor a hála gyakorlását is ide tettem erre a listára. Ezt már számtalan kutatás egyébként bizonyította, hogy a hálának a gyakorlása mindennapi szinten mennyire pozitív hatást gyakorolhat a mentális jóllétünkre. Szintén egy kulcsfontosságú tényező, hogy tudjunk kapcsolódni másokkal, és tudjunk kapcsolódni magunkkal. Legfőképpen fontos még azt kiemelni, hogy ez egy minőségi kapcsolódást jelent, egy mély, őszinte kapcsolódás, nem pedig a felszínességre utal, hiszen az még önmagában, hogyha csak elmondhatjuk, hogy vannak kapcsolataink, az még nem tesz minket feltétlenül boldogabbá. A következő pontban egy olyan dolgot írtam fel, amit gyakorlatilag talán minden egyes egészség tipnél megtalálhatunk. Teljesen jogosan is egyébként, hiszen fizikailag fitnek lenni, fizikailag fitnek maradni, szerintem már jó sokat hallottunk erről, hogy hormonálisan, az egészségügyi állapotunk szempontjából, a mentális szempontból hogyan segít a fizikai fittség meg a mozgás, úgyhogy ezt semmiképpen se felejtsük el, hogyha tenni szeretnénk magunkért. Ahogy arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a mindennapi életünkben találkozhatunk olyan helyzettel, amire addig még nem volt megoldási eszközünk, nem volt még tapasztalatunk benne, és elképzelhető, hogy nem is konkrétan tanultuk meg, hogy hogyan kellene viszonyulni. Na ezért nagyon fontos hatékony megküzdési technikákat elsajátítani, és eljárni különböző tréningekre akár, vagy terápiába, vagy autodidakta módon otthon képezni magunkat arra, hogy hogyan tudunk egy-egy konfliktussal, stressz helyzettel vagy egyéb akadállyal megküzdeni, méghozzá hatékonyan. Ha esetleg úgy éreznénk, hogy továbbra is nehéz valahogy megoldani az adott problémát, amiben benne vagyunk, vagy az adott helyzetet, akkor ilyenkor érdemes szakszerű segítséget kérni, már az imént el is kezdtem sorolni, hogy ezt hol lehet megtenni. Mindenkinek érdemes megtalálni a maga útját, a maga segítő személyét. Én a pszichológusként ugye a pszichológus szakmát tartom ilyen esetekben előtérben, de mondom, hogy ez teljesen egyénfüggő is, hogy kinek mi az, ami beválik. És ami ehhez kapcsolódik szorosan, az az önismeretnek a megléte. Azt gondolom, hogy ezzel az egyik legnagyobb védőfaktor. Ha ismerjük magunkat, ha ismerjük a működésünket, nehézségeinket, a hibáinkat, de az erősségeinket is, akkor sokkal könnyebben tudjuk venni az élet akadályait.
És végül, de nem utolsó sorban, az egyik kedvencem talán ez a pont, hogy tanuljunk meg kedvesek lenni önmagunkkal, tanuljunk meg elfogadóak lenni önmagunkkal, és ezt tényleg a kommunikációtól elkezdve a mindennapi bánásmódunkig gondolom, és hogy ehhez tartozik valahogy az is, hogy egészséges határokat tudjunk meghúzni, hogy merjünk nemet mondani, hogy merjünk önmagunkra időt szánni. Azt gondolom, hogy ez az elején lehet, hogy azt érezzük, hogy szokatlan és furcsa, de később, hosszú távon a kapcsolatainkkal is nagyon-nagyon jótékony dolgokat tud tenni, hiszen sokkal hitelesebb személyekként tudunk ott állni, bármilyen helyzetben is legyünk. Sokat beszéltünk már itt a mentális jóllétről, hogy mik azok a dolgok, amiket tehetünk érte. Hoztam ide egy ilyen kis skálát lényegében, hogy lássuk azt, hogy a pozitív pszichológia hogyan is vélekedik erről a mentális jóllétről, és bizony ennek az egyik végére a bágyadságot teszi, amikor egyfajta kiüresedettséget, sivárságot élünk meg, hogyha mentális betegség szintjén nézzük ezt, akkor például akár a depressziót ide tehetjük. És a skála másik végén, amikor a mentális jóllétünk csúcsán vagyunk, ez pedig a virágzás jelenségének nevezték a kutatók. De mit is jelent ez a virágzás? Hogyan tudnánk ezt meghatározni? Martin Seligman szerint virágozni azt jelenti, hogyha az életünk kiteljesedik, értelemmel teli feladatokat végzünk, kapcsolódunk másokkal, és a jó élet eszenciáját éljük. Azt gondolom, hogy ez a pár mondat magáért beszél, úgyhogy nem is nagyon ragóznám ezt tovább. Vigyük el magunkkal ezt az üzenetet, találjuk meg az értelmet az életünkben, a feladatainkban, és minden pillanatban érdemes erre törekedni, ahogy arra is, hogy hogyan tudjunk minőségi módon kapcsolódni másokkal és magunkkal. Ahogy az előbb is említettem, már megpedzegettem itt az útravalónak a fontosságát, hogy mi az, amit vigyél el magaddal ebből az előadásból, és még egy pár dolgot megemlítenék ehhez, amit én fontosnak tartok. Az egyik ilyen nagyon szemfelnyitó tény, azt gondolom, hogyha meg tudjuk fogalmazni ezt, hogy az egészség az több, mint a betegségnek a hiánya. Ne csak arra törekedjünk, hogy ne betegedjünk meg, hanem tényleg próbáljuk meg minél inkább kivirágozni a saját életünkben. Fontos tudatosítani azt is, hogy a mentális egészség nem egy állandó állapot. Folyamatosan változik, és ez így van rendjén, hiszen az életünk is folyamatosan változik, ezért nem az a cél, hogy mindig boldogok, hogy mindig maximálisan örömteliek legyünk, hanem az a cél, hogy el tudjuk fogadni, hogyha éppen nem ebben vagyunk, ahogy itt írtam is a jobb alsó sarokban, hogy a lelki egészség alapja az elfogadás. A mentális kihívások a sok hiedelemmel ellentétben nem tesznek minket gyengévé, sőt, kifejezetten erősebbé is tudnak minket tenni, hogyha megtanulunk velük hatékonyan megküzdeni. Ebből következik, hogy folyamatosan tennünk is kell érte, ez egy életre szóló kaland gyakorlatilag, és szerintem ehhez tökéletesen passzol ez az utolsó idézet is, hogy a lelki egészség inkább hasonlít utazáshoz, mint megérkezéshez. Azt gondolom, hogy ez nagyon szépen becsomagolja azt az útravalót, amit igazából itt át szerettem volna adni. Nagyon remélem, hogy te is találtál valamit ebben az előadásban, amit el tudsz magaddal vinni, legyen az bármilyen mondat, vagy egy apróság. A lényeg, hogy valamit tudj beépíteni a mindennapjaidba. Nagyon köszönöm, hogyha meghallgattad ezt az előadást, és remélem, hogy hasznosnak találtad. Ha bármi kérdésed van, akkor bátran írj nekünk a zefi@zesz.hu e-mail címre, vagy akár kommentben is várjuk szívesen a visszajelzéseidet, meglátásaidat. Ha további hasznos egészségtippet hallanál, érdekes témáról olvasnál vagy néznél előadást, akkor megtalálsz minket a közösségi média felületeken, YouTube csatornánkon, Facebook oldalunkon és két Facebook csoportunkban, valamint az Instagram felületünkön is, Zuglói Egészségfejlesztési Iroda, Zefi Zugló néven. Várunk szeretettel a közösségünkbe!